és a te lelkedben. Szeretett testvéreim, nem kis meghatódottságból vagyok itt ebben a templomban. Eszembe jutnak több évtizeden ezelőtti miséim, amikor gyérem voltam itt a padokban, Csibi atyát, meg másokat helyettesítve. Örülök, hogy itt lehetek. Nagy izgalommal készültek a szervezők ennek az ünnepségnek a megrendezésében. Magam kíváncsi voltam, hogy össze tudunk-e még jönni ünnepre. A Zsoltáros szava mondja, boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Nagy ajánlom ez. Össze tudunk jönni egy évek után újra megnyitott templomban. Akik készültek, feléjük is mondom, és önmagunk felé is, a Zsoltáros szavát ismét, ezt a napot az Úristen adta, ölve és újra adta. Az Úristen sokadik alkalommal rendezi meg ezen a helyen a templom szentelésének, újra szentelésének. Adjunk hálát, hogy méltó szívvel tehessük, elcsendesedjünk, bűnbánatunkat.
Istenünk. Túri Szent Márton püspök, a te dicsőségedet szolgált életében és halálában is. Add, hogy kegyelme ereje bennünk is hatékonyan működjön. És szeretetettől se élet, se halál el ne szakítson minket. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A próféta így beszél. Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kentődött engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és Istenünk bosszújának napját, hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat, és koszorút adjak Sion gyászolóinak a hanghelyébe, örömnek olaját a gyászoló helyett, a szomorúság lelke helyett, ünnepi öröméneket. Ez az Isten igéje. Akkor minden nemzet összeseregik előtte, ő pedig elválasztja őket.
őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbjánához. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot, mert éhes voltam, és ti ennem adtatok. Szomjas voltam, és ti innom adtatok. Idegen voltam, és ti befogadtatok. Ruhátlan voltam, és ti betakartatok. Beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazat. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel. Bizony, mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ez az evangélium igény. Áldjon téged, Krisztus! Fűtisztendő, elnök úr, Evános úr, Székesegyházból, Tartomány főnök atya, Szabolcs atya, mindenek a templomnak az igazgatója, államtitkár úr, közgyűlés elnöke, városoknak a jótevői, elnézet és mindenki más, állami és társadalmi szervek képviselői, ünnepek közösség. A napokban együtt éltem ezzel a templommal. Nehéz lődefogni a szó templomban. Ez a templom üzenet, sokrét üzenet. Csak néhány szeretnék kiemelni belőle, ami leginkább fölül van benne. Induljunk el a szentírási szakaszokból. Az első olvasmány Izaiás proféta könyvéből. Ennek az olvasmánynak a szavait alkalmazza magára az Úr Jézus a názáreti zsinagógában, amikor először szerepel a földiei előtt, az Úr lelke rajtam, fölkent engem az ő lelkével, és elküldött, hogy örömét vigyen. Ez a szó először babiloni fogságból visszatérő népvel hangzott el. A hűséges, lelkes kis zsidó mag, aki túlélte az akkori bombardációt Jahvéának hűségében, és visszajöttek a Szentföldre, látják a romokba heverő várost, a romokba lévő templomot, ami az Úr trónusa, elkeseredtek. Ott volt a műveletlen föld, lesz egy jövő. És akkor a próféta az Úr lelkére hivatkozva próbál lelket önteni a csalódott népben, akiben a babiloni fogság ideje alatt eszményült a Szent Város, Sion hegye, és csak Róm, műveletlen föld, kilátástalanság. És a próféta a maga látomásával próbálja vigasztalni a népet, ne féljetek, van jövő. Azt mondja, majd megvigasztalja a gyászolókat az Úr, és koszorút ad Sion gyászolóinak, a
hamlejében. Örömnek olaját, gyászlóhajt, örömnek olaját, gyászlóhajt, a szomorúság lelkeit, meg ünnep öröm éneket. És szomorú nép elkezd hinni, hogy a gyászlóhát levezeti, és az öröm oszorúját felvezeti. Testvérek, ez a hely, ahol most itt vagyunk, a középkortól kezdve fantasztikus történelmet élt át. Ennek a templomnak a helyén, a középkorban a Szent Erzsébet ispotály állt, a Szent Erzsébetnek szentett tábornál. Aféle szeretet jött a török, földig rombolja a templom mögött délre egy picikét, fölépíti a dzsámiát. Így mondták, hogy törökül a kücsi dzsámit. A török kitakarodik, és birtokba veszi a visszaszivárgó városot, a kücsi dzsámit. Először Szent Erzsébet képét teszik fel oltárképül, emlékezve, hogy valahol megmaradt 150 éven keresztül a memóriában a Szent Erzsébetnek az ispotája és tápolnája. Aztán később a Szent Háromság dicsőségére szenteli fel a kicsi gyámat. Oda téve az örök képét is. És hogy hallottuk a köszöntőben, 1747-ben elkezd építeni ezt a templom. És 41. novemberében, éppen mint most is van, Berényi püspök elhelyezi a templomnak az alapkövét, hogy nem milyen szertartást vezetette. És 15 év alatt elkészül a templom teste. És Szentvárosság vasárnapján szintén valóban fölszentelik a templomot. 1756-ban. Épül a kolostor közben, beköltöznek a párosatyát, korábban a dzsámi mellett lakta, és virágzik a társaság, teológiai iskolát alapítanak a páros követők számára. 20 évig élvezheti a virágzó életet, a növendékek jelenlétét, az induló páros főiskolát, és jön második Józsefnek a rendelete, 1796-ban, és kipakolják a pálosokat a kolostorokból. A templomok megfosztják a fülkékben lévő gyönyörű barokk oltáraikból, a főoltárt is feladják. Itt áll egy üres templom, majd fél évszázadon keresztül. Használják sólaktárnak, szénatárolónak, borraktárnak. És fél évszázad után az akkor is volt szekularizált világ nagy pörzs borraktárnak. Itt van ez a hatalmas tér, üresen, szénaraktárként. Csináljuk belőle színházat. Az egyháziak az akkori szekularizációval szemben nem tudnak másnak hivatkozni, mert semmi szakrális nincsen ebben a térben, csak a halottak tudnak hivatkozni. Itt vannak a halottak, kegyelem sértünk a színházat.
anyagi lehetőségeihez képest építgetni, szépítgetni ezt a templomot. A kolostor épületet a szegény sorsok számára adják oda, hogy lakjanak ott. A templom szép ügyet apránként, Istennek voltak a fricskája a szekularizált világ felé, már nem a Szent Városát szentelik újra, hanem a színeváltozás oltárképét teszik fel. A fricskába testvérem ott van, a színeváltozás utolsó. Krisztus szenvedése fölragyogtatja maga Istenségét. Napóleon szavai teszem be, hogy a templomnak a történetében ismerkedve, mi így van, mikor ott van Korzika szigetén, győztél Korinja. A színeváltozás képét elhelyezik, és azóta is itt van, hirdeti, győztél Korinja. A templom újra megnyílt. Megszülettek az oltárok, elég oltár, kettő megvan, ugye az egyiket Szent Városában szentelik, pont a történelmi emlékére. Ez a templom testvérei, a remény helye, a remény jele, a remény templom. És most, hogy a földrengés a mennyezeti festményeket leválasztotta a borzalomtól, újra ékesítenek a festmények, újra hirdeti a templom, ne adjad föl. Mindig lehet újra kezdeni. Mindig megújulható. Ez a templom a remény jele, és hirdeti velünk az Isten. Testvérek, mindig volt fősor, mindig volt globalizáció, és mindig volt egy maradó nép, mint ahogy most is itt vagyunk, akik hűségesen tudnak maradni Krisztushoz. Ebben a templomban belém mindig a dicsőséges színe változott Krisztusnak változott, aki hirdeti, győztünk a mindenkit. Ki tudja hányszor szenteljük újra ezt a templomot. Tehát egy ilyen remény jelen. Másik testvéreink véletlenszerűen az időpontok egyeztetésével Szent Márton ünnepére került ez az újbóli kiválás. Szent Márton úgy tartjuk számomra, mint a karitásznak a szentjére. Míg keresztelte ő fiatal katonaként, megosztja köpenyét a titelmi pódussal. De ne felejtsük el, ez a Szent Márton, aki még bogárként szívvel tekint az elesett emberre, később eljött Galliába, és megalapítja az ő remete telepét, az imádságot szenteli magát, és presszióra fölvállalja a püspöki szolgálat úrba, de továbbra is a szíve ott marad a remetéknél, az imádságot. Hirdeti az ő életével ahhoz, hogy tudjunk szerető szívvel lenni, ember szeretővé is lennünk. Testvérek, ez a templom az Isten tiszteletnek a helye elsődlegesen. Az Úr Jézus és az egész Ószövetség is már mit küszködik a formalista vallásosságra. Amikor valaki csak
normális tűzi a rítus, és nem jut el Istenhez az emberi, és embertől az Isteni. Ez a templom legyen az igaz kultusz helye, amely segít bennünket az Isten tiszteletben, hogy eljussunk az ember szeretetére. Ne a formális kultusznak egy helye legyen. Szép ez a mai nap, éppen Szent Mártonnak kell végezni ezt a liturgiát. Testvéreim, ez a templom, van a város sétáló szájában, az út menti. Nyitott ajtókkal. Jertusen úr írt, ami valamikor a 70-es években rohanási korban látott. Nézem itt az embereket, és hogy jöttünk ide be a templomba, sétán jönnek ide, és mindenki. Eszébe nem jut egynek sem, hogy betegedjen. A templom az út mentén mégis hív. Állj meg! Jöjj be! Hányszor hallom az ilyenfajta vallomásokat, én nem vagyok hívő ember, de azért olykor bemegyek. Élő üvegből benne, egy templom épület.
hazánk földjén született és töltötte egy hűtel át szentváltalmusban. A mai napon űrúval emlékezünk, és az ő támogatását remélve terjesztünk kéréseinket. Menjünk Atyának elé. Adorunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa, László megyés főpásztorunk és papjait Szent Márton püspök lelkületében végezzék apostoli munkájukat. Add, Urunk, hogy a Te szent néped áldozatos lélekkel gyakorolja az irgalmas, fele baráti szeretetet. Add, Urunk, hogy híveit anyagi javaikat Szent Márton példája szerint osszák meg rászoruló testvéreinkkel. Add, Urunk, hogy a beteget Szent Márton alázatával fogadják kezedből, akár az életet, akár a halált. És végül add, hogy álmunk szeretteink irgalmából a szentek boldogságában részesüljenek. Mindenható Istenünk, Szent Márton püspök példája lelkesítsen minket, hogy papjaid és hívő népet áldozatkész szeretetben összefogva munkálkodjék a Te dicsőségedben és az embertársak javára, Krisztus, ami Urunk által. Egész életünkön át, jó és bal sorsban egyaránt,
hálát mondom Isten. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyám, mindenható örök Isten, Krisztus által. Mert megadott egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Márton püspök ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttál. Ige hirdetésére oktatod, és előtted kedves közben járásáról óvod és védett néped. Mi ezért az angyalokkal és a szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül Thank you.
Íme hitünk szerint itt van. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Onnan kemények, hogy nem eljük rá Istenünk, hogy fiad községünk készenve, csodálatosan feltámad, önök napénkben és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent változatot. Tekints kérünként házat változatokat a mennyelre, ismer föl benne fiad változatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszünk, szent lelkével eltelve egy test és egy élet legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentel török áldozattá, hogy elérhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, valóságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaival, Szent Mártonnal, a dicsőséges vértanúkkal, Remete Szent Pállal, Boldog Özsém atyákkal és minden szent nevetőt. Az ő közben járásokban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Isten, hogy engeszted áldozatot, hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben, földi zaradunk útját járó egyházadat, szolgálja Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit szente akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elmű testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világon. Ő által, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Élek kerekségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökre. Amen. Üdvözítőnk parancsája és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi a Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünkre add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét lakjunk, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az Önök boldogságát, és megváltóban Jézus Krisztusban dicsőség és eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet vagyok rátok, az én békémet adok. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. És őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kész és uralkodó, mindörökre örökké. Az Úr békéje legyen veletek. Köszöntsék meg egymást a békéjét. Legyen békés. Thank you.
szentségével megerősödtünk, hogy mindenben tökéletesen egyetértsünk akaratunkkal. És amúgy Szent Márton püspök egészen átadta magát tennéket, úgy mi is joggal dicsekedhessünk azzal, hogy a tiéd vagyunk. Krisztus, amikunk által. Szerintem az áldozást után mindenki maradjon a helyén, mindenki köszöntünk hangzatokat. És a végén lesz a templomnak áldás. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. A mi Istenünk, a menny és a föld ura, aki a templom áldásának ünnepén éppen ütött bennünket, áldozta le által bőséges áldást. Adja meg nektek, hogy ti is az ő templom, és a Szentlélek hajlék legyetek. Mert úgy akarta, hogy szétszulódott gyermekei egy szülött fiának forjanak neki. Engedje, hogy a megpusztult szív örömében hordozzátok a bennetek lakó Isten, és örökségül elnyernétek az összes szentekkel együtt a mennyei boldogság. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon el reálom, és maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ér, mondjuk áldást. Istenem.